Ez, amit most a Fidesz csinál, ez a tipikus tojástánc, vagy pávatánc, ugye attól függően, hogy ki hogyan értelmezi. Orbán Viktor ugye nagyon-nagyon nehéz helyzetben van, hiszen ő még a háború kitörésének az előestéjén is Putyinnál volt raporton. Nem tudom, hogy 5 órán keresztül miről beszélgettek, de van egy olyan sanda gyanúm, hogy Orbán Viktor továbbra is Vlagyimir Putyin trójai falovaként fog működni, és megbízást kapott. Neki az a feladata, hogy az Európai Uniónak az egységét ő blokkolja ezekben a kérdésekben, és a NATO-nak az egységét is blokkolja. Jól látható az, hogy Orbán Viktor a kommunikációjában, meg a különböző intézkedéseiben, amennyire lehet, megpróbálja ezt az egységet megbontani, de ami a szankciókat illeti, abban legalább beállt a sorba.